máig se tudom eldönteni, hogy tanár, vagy tudós, vagy mi a csuda vagyok én tulajdonképpen. Akár előadó művészetről, akár mondjuk kórusról, kórusvezetésről, akár zenetudományról, úgy érzem, hogy sokkal inkább belülről a zenei struktúrák oldaláról tudom látni, vagyis abban tudom látni, amiről szól a zene. Most ez azért említem meg, mert rengeteg olyan külsőséges, vagy legalábbis periférikus eleme van a zenének, ami a emberek igen nagy részének a zenét jelenti, a zenének az elsődleges arculatát jelenti, tehát hogy mit ábrázol a zene, vagy milyen hangulatok vannak benne, vagy milyen érzelmeket jelenít, meg egy csomó ilyesmi. Na most annak ellenére, hogy ezek mind igazak, az ember tudja, hogy a zene létjogosultságát egy legbenső olyan struktúrája adja, amelyik olyan ragyogó, tiszta rendet alkot, mint egy tiszta matematika, vagy pedig egy eszményi filozófiai rendszer, vagy egyéb. És igazából ott él a zene. Az igazi szellemi tartalmát ott közli ezekben a benső struktúrákban. Hogy senki se ijedjen meg az esetleges, aki ilyen késő esti órán még hajlandó ezt a beszélgetést hallgatni, és ettől megrettenne. Azt kell mondanom, hogy természetesen ezt a belső rendjét a zenének abszolút ösztönösen is föl lehet fogni. Tulajdonképpen kívülről indult a Gregorián iránti érdeklődésem, tehát nem a zene oldaláról, nem a zenetudomány oldaláról, hanem amikor a II. Vatikáni zsinat után megindultak a reformtörekvések, akkor úgy láttam, hogy a zenei reformnak a fő vonala, amelyik a zsinat szándékaihoz valóban méltó, az csak is a Gregorián reform, a Gregoriánnak a tényleges zenei életben, egyházzenei életben való bevitele lehet. Ez indított meg. Hát szóval valahogy kívülről el lehet indulni, de végül be kell érkezni a lényegig. Hát valahogy én a kívülről jöttem ilyen értelemben, tudományos értelemben, kívülről jöttem a Gregoriánhoz, de azután rávetettem magamat, és igyekeztem úgy végezni el a tudományos kutatásokat, hogy ez abszolút értékben is igaz legyen. Tehát durván fogalmazva, hogyha egy hitetlen környezetben idézőjel, tehát akinek tartalmilag ehhez nincsen semmiféle köze, ebben a környezetben teszem le az eredményeimet, azok épp úgy elfogadottak, elfogadhatóak és relevánsak legyenek. Valami hasonló dolog történt művészi szempontból is. Tudnék, minél jobban megismertem ezt a Gregorián anyagot, eleinte a magyar Gregoriánumot, majd azután lassanként kiebb terjeszkedve az egész latin kereszténységnek ezt a zenei kultúráját, a zenész bennem rá kellett jöjjön arra, hogy itt egy minden tudományos, történeti és egyházi vonatkozástól függetlenül egy nagyszerű zenei érték rejlik, amelyik önmagában véve nagyszerű. És hát ennek meg kellene szólalnia, ennek valamiképpen be kellene jutnia a zenei művelődésbe. Ezért alakítottuk meg akkor a Schola Hungaricát Rajecki Benjaminnak, hogy így mondjam, az oltalmazása alatt és az aktív munkát illetően az akkor már előttem a népzenekutató csoportban dolgozó kolléginával, Szendrei Jankával közösen, és rögtön világossá vált számunkra, hogy a Schola Hungaricának egy speciális köztes helyzetet kell elfoglalnia a zenei életbe. Hogy ennek művészileg is abszolút hitelesnek kell lennie, fel kell tárnia most már nem a tudás, az ész, hanem a fül számára ennek a zenekultúrának a világát, és ezt vonatkozásba kell hozni a zenekultúra egészével. Tehát nem úgy tekinteni, mint egy izolált valami mániát, valami szektát, vagy valami ilyesmit, hanem azt mondani ezáltal, hogy az európai zene ugyanolyan nagyot alkotott a Gregoriánban, mint a reneszánszában, a barokkjában, a klasszikájában, és így tovább. Talán induljunk ki abból, ami biztosan a Gregorián. A 8.-9. század fordulóján, vagy a 9. század folyamán bukkannak föl először azok a kódexek, azok a kéziratok, amelyek tartalmazzák a latin egyháznak, a római latin egyháznak a hivatalos liturgikus énekeit latinul, olyan dallamjelzésekkel, amelyeket ugyan ma nem tudunk olvasni, de amelyek mégis egyértelműen azonosíthatók a későbbi kódexek alapján, és amelyek biztosan azonosíthatók azzal, amit mi Gregoriánnak hívunk. Azonban. Az elemzés világossá teszi,
hogy még ha meg is történhetett, hogy ezt a formáját, ez a zene, a kódexek leírása korában, vagy valamivel előbb nyerte el, egész pontosan Nagy Károly udvari papságának a köre formálta ki a Gregoriánt arra az alakra, amelyben lejegyezték, és amelyikben tovább hagyományozódott, akkor is teljesen biztonsággal mondhatjuk, hogy a lényegében ez a zene nem akkor kezdődött. Volt előtte egy több százados szájhagyományos életperiódus, ami alatt a lényege ennek a zenének az azonos volt azzal, amit a Gregoriánnak nevezhetünk, de hogy pontosan hogy hangzott, pontosan milyen formában hangzott, ezt már soha az életben megismerni nem fogjuk tudni, épp azért, mert szájhagyományos volt ez a korszak. Ha még egy lépést teszünk visszafelé, akkor egy ennél sokkal egyetemesebb mediterrán kultúrkör, zenei kultúrkör tárul fel előttünk, amelyikben bizonyára zsidó hagyományok is, valamilyen értelemben a keleti egyháznak, a keleti kereszténységnek a hagyományai is jelen vannak, már nem olyan közvetlenül, sőt, egyre inkább azt látjuk, hogy a pogány világnak is a szakrális hagyományai helyet kaptak. Sok formula, sok zenei formula, szövegformula az azonos vagy hasonló volt, vagy abból is bontakozhatott ki, ahogy például a római pap pogány vallási rítusokban azokat használták és élt, egyszerűen azért, mert az Isten élménynek, méghozzá a liturgikus Isten élménynek egy adekvát, egy megfelelő kifejezése volt. Tehát ilyen értelemben, és most ezzel az utolsó lépést is megtehetjük, hogy tulajdonképpen az egész emberiségnek bizonyos ős tapasztalatai kaptak helyet a Gregoriánban. Ezért van, hogy például a mi népzenénkkel is vannak rokonságai. Nem azért, mert a mi népzenénk a Gregoriánból tanulta volna ezeket el, hanem azért, mert egy olyan ősi zenei tapasztalat, és nem csak zenei, de ebbe most nem megyek bele, tapasztalat kristályosodott ki, szüremkedett át a Gregoriánba, és íródott le. Amelyik ennél sokkal szélesebb, ez az, amit Peter Jeffrey, egy kitűnő amerikai tudós, zenei univerzáliáknak nevez. Tehát egyetemes emberi tapasztalatok, amelyek helyet kaptak. Olyan elemi dolgok ezek, mint egy gyerekdalban például, ahogy egyetemes tapasztalatok arról, hogy egy mozgás hogyan kombinálódik egy énekléssel például. Mondjuk egy gyerekdalban ez gyönyörűen lehet, egy gyerekjátékdalban tapasztalni, hogy egyetemes. Valóban azt lehet mondani, hogy majdhogy nem, van a Gregoriánnak az emberi természettel rokon vonása is. Tehát, hogyha leülök meghallgatni egy Gregorián dallamot, akkor annak a zenei szépségét nyugodtan felfedezhetem. Újabb elemekkel gyarapszik az, hogyha az ő eredeti funkcionalitásához megyek vissza, tehát, hogy szövegközlés, mindenek előtt a Gregorián egy szövegközlés, egy nagyon sajátos szituációban való szövegközlés, másodszorban pedig egy liturgikus cselekmény rendszernek az akusztikus megjelenülése. Kicsit komplikáltan hangzott, de azt hiszem, hogy rögtön világos lesz. A Gregorián tudni nem egy egységes zenei anyag, hanem nagyon élesen különválasztható műfajok vannak benne. Ezek a műfajok pedig nem más, mint a liturgikus cselekménynek megfelelő zenei kifejezésmódok. Tehát, ha fel kell olvasni egy hosszú szöveget, akkor erre bizonyos recitációs eszközeink vannak, amelyekkel jelezni lehet azt, hogy hol van a vessző, hol van a kérdőjel, hol van a pont abban a szövegben. Az egésznek van egy olyan funkciója is, mint egy mikrofon úgy működik, mint a mai korban egy mikrofon, tehát hogy egy nagy templom térben a leghátsó sarokban álló ember is megérti ezt a szöveget akkor, hogyha fennhangon recitálják, míg manapság ugye a felolvasott evangéliumokat még ha mikrofonba olvassák sem lehet megérteni, mert nem tudnak beszélni és nem tudnak olvasni abszolút-e az emberek, és hiányzik a dolognak az a fajta harmonikus tagoltsága, hiányzik például az, hogy egy olvasásnak is van, sőt egy beszédnek is van hangmagassága, amit nem szoktak tudni. Na most ezt biztosítja egy formulás módon, tehát egy előre meghatározott módon a recitáció. Ugyanakkor viszont például, ha kiállt egy énekes, egy előénekes, és egy olvasmány után egy zsoltárt úgy akart megszólaltatni,
hogy az érthető is legyen, de szíven is üsse a hallgatókat, akkor egy egészen más, egy díszített előadásmódot használt, amelyikben gyönyörűen lehet követni, hogy igen, ott is megvannak az, hogy amikor a felénél tart a mondatnak, akkor mindig ezt a formulát használja, csak ez a formula most 15 hang. Úgynevezett melizma, egyfajta cifrázat. És amikor mondja a szöveget, akkor nem ezen a hangon mondja, hanem van egy módja annak, hogy hogy lehet ezt egy drámai módon, egy virtuóz énekesnek a módján előadni. Tehát ez azt jelenti, hogy van egy liturgikus cselekmény, amelyikben események történnek. Fölmegy valaki egy magaslatra, és onnan elolvas egy szöveget, és nem akar mást, mint hogy ez a szöveg ünnepélyesen megszólaljon. Egy másik pillanatban fölmegy oda valaki, és hatni akar a zsoltárnak a lírai erejével akar hatni a hallgatóságra, vagy kontemplációra akarja őket, elmélkedésre akarja őket, elgondolkozásra fölhívni. Ismét egy másik esemény, mondjuk, hogy összegyűjtik a templomba az adományokat, kenyeret, bort, viaszt, gyertyához, mit tudom én, micsodát. Ekközben óriási jövésmenés a templomba, csoszogás, minden egyéb, és közben az énekeseknek a csapata egy olyan zsoltár verset énekel, hogy az embernek a figyelmeit megossza. Tehát, hogy ne csak arra figyeljek, hogy csoszognak, ne is csak arra figyeljek, amit énekelnek, hanem a kettő együtt kiadjon egy sajátos, hogy most éppen azért csoszognak, amit éneklünk. Vagy azért éneklünk, amit csoszognak. Szóval egy sajátos szimbiózisa alakul ki itt az eseménynek és a zenének. És a zene pont olyan, hogy erre alkalmas legyen. Most ez az, amit soha többet ezer után a zeneművészet, az egyház zene nem tudott elérni. Soha. Mindig ugyanazt a stílust írják. Tehát, hogyha a Palestrina ír, akkor teljesen ugyanazt a stílusát írja, akármilyen műről van szó. Vagy ha Mozart ír egy, vagy Michael Haydn ír egy egyházzenei művet, akkor ő írja a maga stílusát egyszerűen. Egyszerűen az hallatszik itt, hogy a liturgia egy kész valami, és ő abba betesz egy kész valamit. Ezzel szemben a Gregorián azt a korszakot eleveníti meg, amikor a liturgia született, és ebben a liturgiában született annak a zenéje. Együtt születtek. A Gregoriánban rendkívül erősen érezni ezt a instatu nascendi, épp a születés állapotában, amikor a liturgia megszületik és az maga formáit kialakítja. Tehát ez az első szintje a Gregoriánnak, hogy abszolút az történik benne, ami a liturgiában történik. Az történik meg zeneileg. Most itt egy nehéz gondolatot kellene megpróbálni nagyon röviden elmondani. A korai kereszténység liturgiái, tehát az első évezred liturgiáiról beszélek, keletről, nyugatról egyaránt, tehát római, vagy szír, vagy örmény, vagy akármelyik liturgiai, egy nagyon szerencsés egyensúlyi helyzetet tartanak. Két másik lehetőség között, az egyik, amit így nevezhetnék, hogy racionális, a másik úgy, hogy extatikus. Racionális azt jelenti, hogy a liturgiában bizonyos gondolati tartalmaknak a közlése folyik. Tanítanak, oktatnak, buzdítanak, hasonló dolgok. Valahol van a dolognak egy prózaisága. A másik, amik meg akarja bolondítani a hívőt, extázisba akarja hozni, hogy elveszítse az öntudatát szinte, és azt higgye, hogy ebben a pillanatban egyesült az istenséggel. Ezzel szemben az antik liturgiák, az antik kornak, az ókornak a nagy liturgiái, első most a keresztény liturgiákról beszélek, valóban egy szerencsés egyensúlyát őrzik annak, hogy van egy gondolati magvuk, rend van bennük, egy bizonyos mértéktartás van bennük, ugyanakkor egy mély tűzzel van az egész belülről átjárva, ami felülemeli ennek a tisztán racionális liturgiáknak a szintjén. Ezt úgy is fogalmazhatjuk, hogy kontemplatív liturgiák, tehát azt jelenti ebben az esetben, hogy a kontempláció, a szemlélődés, az magam odaadása, az egy tartalom fölött van. Egy tartalomnak adom oda magamat, amely tartalom azonban egy bizonyos finomsággal, diszkrét módon szólal meg. De ereje van. Most a Gregoriánban ezt pontosan észleljük, és ezt különösképpen szakrálisnak érezzük benne, hogy egy nagy elevensége, egy nagy belső tüze van, ugyanakkor
nagyon mértéktartó. Nem halad bizonyos dolgon túl, nem akarja manipulálni az embert, nem akarja megbolondítani az embert, nem akar rá igazából hatni látszólag, hanem felkínálja magát, és engedi, hogy az illető saját magáévá tegye ezt. Ez egy rendkívül fontos dolog, és ezt a manapság nagyon el kell mondani, mert durva manipulációk mennek az ember körül, és az emberek ebben a helyzetben elhiszik azt, mert hiszen a manipuláció lényege az, hogy ő elhiszi azt, hogy vele valami jó történt. Ugyanakkor, mikor megalázták, mikor nem tartották tiszteletbe az ő személyiségének azt a belső szentélyét, amelyet az igazzal, a jóval, a szenttel kapcsolatba kell hozni, emberi manipulációk áldozatává esik. Most ezt sohasem teszi a Gregorián például. Egyébként ezt sohasem teszi egy Palestrina sem. Körülbelül az utolsó kor, a Palestrina kor, amikor ezt a kicsi elvontságot, ezt a tiszteletteljes mértéktartást, távolságtartást még megvalósította az egyházi zene. Ehhez képest már Mozart, mint ahogy a Stravinsky nagyon helyesen kifejtette, a bűnös édességével valahogy idegen elemet csempészik az egyházi zenébe. A Gregoriánnak két szempontból volt elhatározó jelentősége a következő 1000 év zenéjére vonatkozólag. Az egyik az teljesen magától értetődő, hogy a liturgia keretein belül indult meg a műzenének a kifejlődése. Az első dallamok, amelyeket feldolgoztak, természetesen Gregorián dallamok voltak, amelyekhez egy egyszerű ellenszólamot rögtönöztek eleinte, később megírták, egyre kidolgozottabb lett ez, egyre inkább igyekeztek, hogy a Gregorián dallamot belerejtsék egy magasrendű művészi szövetbe, és ilyen értelemben a Gregorián motivumai, hangnemei, és így tovább, rendkívül erősen befolyásolták előbb a középkornak, de a reneszánsznak is a szellemiségét és a zenei technikáját, a stílusát. Azt lehet mondani, hogy a zenei múltból, tehát ha most nem a 20. század második felét nézzük, a zenei múltból a legmodernebb stílus a Gregorián. Ez kicsit hasonlít ahhoz az ihlető szerephez, amit a századfordulón a népzene gyakorolt sok szempontból a műzenének a fejlődésére. A Gregorián volt az első olyan zene, amit tanulni kell. Tehát a szórakozás zenéjét, a táncnak a zenéjét, a régi ember, a balladának, vagy mondjuk nem balladának, egy eposznak az elbeszélését, azt elleste az elődjeitől, vagy a gyakorlatból megtanulta. A Gregorián volt az első olyan ének, amelyet tanulni kellett. Nem azért egyszerűen, mert nehezebb, hanem azért, mert a szakralitása, a szentsége megkövetelte, hogy oda felkészülten menjenek. Ez azt jelenti, hogy a zenei tudatosság a Gregoriánban született meg. És zenei tudatosság nélkül nincs európai zene. Az európai zene talán leglényegesebb pontja, hogy tudatos zene. Szerkesztett zene, ha tetszik. Ez az, amit úgy fejeztek ki a régiek, hogy ars. Az ars az nem azt jelentette, hogy művészet. Az ars az azt jelentette, hogy egy megtanulható, megtanulandó dolog, egy mesterség. A zenész mesterség, annak az egész fogalomrendszere, eszközrendszere, terminológiája, ez mind a Gregorián tanulásán fejlődött ki. Hogyha ez a tudatosság nem jelenik meg a Gregoriánban, akkor az a tudatosság sincs, amivel a 14. század mondjuk meghatározta, hogy kell egy motettát, egy négyszólamú motettát megkomponálni. Egyáltalán az, hogy racionalizálja a zenét, ezt a lelki dolgot. Ez a zenének egyébként ez az egyik legkülönösebb dolga, a legkülönösebb az összes művészetek közül, hogy sokszor úgy érezzük, hogy a legmegfoghatatlanabb, a leglégiesebb, a legszellemibb, ugyanakkor igen pontosan, összhangzattan szerűen leírható, a legmatematikaibb. Minden művészetek közül a legmatematikaibb. Hadd idézzek egy magyar szerzőt, egy 14 éves magyar szerzőt, aki ezelőtt pontosan 500 évvel élt. Szalkai Lászlónak hívták, és egy sárospataki kisdiák volt, és fennmaradt a zenei jegyzete, egy olyan jó 60 oldalas zenei jegyzet, amit mit tanult 14 éves korában egy gyerek.
Hát az elsők között a zenei jegyzetbe tartozik annak a meghatározása, hogy mire való a zene. Hogy miért van a zene egyáltalán. És ő három dolgot hoz föl, és azt hiszem, hogy ennek köze van ahhoz, amiről most beszélek. Az egyik azt mondja, hogy a zene hat az ember kedélyvilágára. Méghozzá kétféle módon hat. Egyrészt bizonyos zenék az ember dühössé teszik, más zenék lecsillapítják az embernek a dühét. Vannak, mit tudom én, szerelmes zenék, vannak harcias zenék, folytathatnám. Ez tulajdonképpen még, ez igaz, de egy primitívebb foka a zene ilyen érzelmi hatásának. A másik azonban azt mondja, hogy a zenében van valami nyájasság, valami udvariasság, mondja ő, de abban az eredeti értelemben, ahogy az udvarban való viselkedés, tehát egyfajta pallérozottság, egyfajta a primitívségtől való megszabadulás, valami ilyesmit jelent, hogy ilyen a zene, és ezért, aki a zenét élvezi, azt ilyenné teszi. A másik, amiről a Szalkai jegyzet beszél, hogy a zene a csillagok mozgását jeleníti meg. Hát ezt hogy kell érteni? Van egy közvetlen értelme, ahogy ők ezt annak idején gondolták. A zene tudnélik matematikai alapokon nyugszik és ellenőrizhető. Arányszámok határozzák meg a zenei hangoknak, a harmonikus hangoknak a szisztémáját, és természetesen az időknek az arányait is. Márpedig ugyanezek az alapvető arányszámok befolyásolják a csillagok mozgását is. Ezt hívják szférák zenéjének ők, tehát nem arra kell itt gondolni, hogy azt képzelték, hogy csikorognak valami mennyei harmóniába azok a csillagpályák az égen, hanem azt, hogy ugyanazok az zenei arányszámok kötik össze a hangokat a zenében, mint a csillagok mozgási törvényeit a kozmoszban. Ez zárójelben nézve igaz, de azért nekünk most ez egy más szempontból lesz fontos. Tudnék, ez azt mondja ki, hogy a zenében az arányok, a rend válik elemileg érzékelhetővé. Elemileg ez azt jelenti, hogy nem az eszem analizálja, hanem a sejtjeim, a vérem mozgása, az egész ember maga legbensejéből érzékeli azt, hogy itt rend van. A struktúrában válik a zene rendé, rendezetté, és köti össze az embert a világrenddel. A zene egy nagyon sajátos módon összeköti az embert a világrenddel. És ismétlem, nem az agyát köti össze, hanem az teljes egzisztenciáját. Egy titkos agy működik benne, de ugyanúgy működik az embernek még a pulzusa is ebben. A harmadik, amiről Szalkai beszél, és itt megint lehet egy első értelmet és egy második értelmet megkülönböztetni, az, hogy a zene célja az Isten dicsőítése. És ő egész egyszerűen azt mondja, hogy nincs művészet, amelynek oly szívesen megnyílnának a templom kapui, mint a zene. Így fogalmazza a kisdiák, vagy a tanítója persze, amit ő jegyzetelt. Aki a jó zenét hallgatja, vagy azzal kapcsolatba lép, az valamilyen értelemben a transzcendenssel lép kapcsolatba. Hogyha itt most van, aki ezt nem mint istenhívő foglalkozik ezzel, mert az istenhívő számára ez egy igen egyértelmű dolog, tudnilik. Az istenhívő azt mondja, hogy az Isten szép, és minden szép az Isten szépségének a tükröződése. Aki szépséggel egyesül, az az Istennel egyesül, vagy legalábbis felkészül arra, hogy az Istennel egyesüljön. Alkalmasabbá válik arra, hogy az Istennel egyesüljön. De ha ezt valaki most nem hívőként fogja föl, akkor is így van. Tudnélik, az életünk praktikus, hasznos dolgok közepette telik el. Elmegyek, felszállok a villamosra, hogy eljussak a munkahelyemre, hogy elvégezzem a munkámat, hogy abból pénzt szerezzek, és abból a családomat el tudjam tartani. És hát mindenki számos ilyent tud végig sorolni. Annak az életnek területeinek nem lehet megmondani, hogy mi hasznuk. Nincs semmi hasznuk, csak értelmük van. Ezek a dolgok valamiképpen túl vannak a közvetlen hasznosságon. A zene alkalmas arra, hogy az embert ebbe a szférába vigye át,
Tehát egyszerűen arra, hogy vannak szellemi javak, vannak szellemi értékek, amelynek a minden hasznossági szemponttól független élvezése a legnagyobb boldogság kapuját nyitja meg az embernek. Nincs nagyobb boldogság, mintha az ember eljutott odáig, hogy ezeknek a szellemi értékeknek a teljesen önzetlen, magáról elfelejtkező élvezetét megszerezze. És a zene egyik legfontosabb eszköze ennek. Ilyen értelemben a zene transzcendens, áthalad a közvetlen nyers érdekeken és hasznosságon, és megérinti ezt a szellemi világot. A zene, a jó zene az embert maga egészében, nem csak pillanatnyi hangulatában, hanem egészében alakítja, hogy nem csak a szférák zenéjét jeleníti meg, de egyáltalán a rend iránti érzékét és a világrend, a kozmoszba való beilleszkedésnek, rendezett beilleszkedésnek a élményét sertkengeti az emberben, és hogy az embert kapcsolatba hozza a szellemi világ egészével és annak az értékeivel. Hát ez természetesen a Gregoriánra épp úgy áll, mint minden jó zenére. Egészen úgy se értjük meg. Hát egy Bachot nem lehet megmagyarázni, nem lehet felfogni, hát ez egy csoda, szóval. Egyszerűen ez egy bizonyíték arra, hogy létezik tökéletesség. Mert mi emberek hozzászoktunk ahhoz, és azt szoktunk mondani, hogy hát semmi se tökéletes. És azt hiszük, hogy egyáltalán nincs is tökéletesség a világon. És ez nem igaz, hogy nincs tökéletesség. Bach tökéletes. Egyetlen szeplőt még nem talált senki azon, amit Bach leírt. Egy makulát nem talált rajta. És ez bizonyítja, hogy van tökéletesség. Egyébként hadd mondjam el azt is, hogy ez bizonyítja, hogy a művészetnek valami sajátos szerepe van az emberiség életében, mert a tudomány sose tökéletes. A tudomány mindig nyitott a másnapra, a másnapi felfedezésre, amivel majd kibővítik vagy korrigálják a tévedéseit. A művészet mindig zárt marad, tehát mindig valamilyen értelemben kívül tud maradni az időn, mert Bach olyan tökéletes, hogy ezt soha senki nem fogja tudni felülmúlni, ezt a tökéletességet. Legfeljebb lehet egy másik szerző, aki újból tökéletes. De ahhoz nincs mit hozzátenni a Bachi tökéletességhez. Ezt a tudomány sohasem fogja tudni elérni, ezt csak a művészet tudja elérni. És ezért megint azt mondom, hogy önálló maga a világ, a mű. Nem egy épülő valami. Az a kész építmény. Van egy ilyen kronolatria, ilyen időimádat, hogy a mai ember más, mint az 500 évvel ezelőtti, meg nem tudom. És a Petrarkának van egy nagyon szép mondása, valahol olvastam, hogy hát igen, mások a hajók, mások a városok, mások a házak ma, mint régebben, de az emberek a sebeikkel, a bajaikkal ugyanazok. Tehát a probléma az nem az, hogy a mai korban nem jöhetnek létre tökéletes, rendezett zeneművek, vagy hogy a mai ember a lármás világban nem lehet fogékony erre. A probléma másút van, talán kettő, az, hogy a társadalom életében járt utak vannak-e arra, hogy oda vigye az embert, ez a valóság szintjén, a gondolat szintjén pedig az, hogy az emberben felkeltik-e annak az igényét, felkeltik-e gondolatilag annak az igényét, hogy megbecsülje, és ennek megfelelően az életéhez hozzákösse ezeket az értékeket. Na most itt a ponton ez nem érdemes tovább menni, mert egyszer nem zenéről van már réges-régen szó, nem a zenéről beszélünk, hanem hát a utolsó évtizedek, vagy talán inkább évszázadoknak egy olyan alapvető irányváltásáról, módosulásáról, vagyis a társadalmi egységnek a megbomlásáról, most nevezzük így, amelyik a egészséges értékközvetítésnek az egész mechanizmusát megzavarja. És hogyha most azt mondanám, hogy ez egy részemről egy konzervatív szöveg, akkor ez egyáltalán nincs így, hanem ez egy tragikus szöveg, abban az értelemben, hogy nincs megoldás. Az európai társadalom kényszertársadalom volt,
egy lélekkel átjárt kényszertársadalom volt a maga alakulása pillanatában, amelyik arra épült, hogy megalapozza kényszerrel, átlelkiesíti, ezáltal a külső kényszer egy belső indítássá válik, amelyet viszont levédek újból és újból a külső kényszerrel, amely külső kényszernek már nem kell mozognia, csak a rendkívüli esetekben. Ez a mechanizmus, ez a múlté. Ez a mechanizmus ebben sok rossz lehetett, viszont kétségtelen jó az, hogy töménytelen érték elemet természetesként adott át a társadalomnak. Tehát a társadalom avval élt, azzal született, abban a tudatban élt, hogy ezek és ezek az értékek, amelyeket vagy betartunk, vagy nem. Ez nem azt jelenti, hogy szentek éltek volna a Földön, egyáltalán nem, az erkölcsi törvények is. Lényegében közmegegyezés volt az erkölcsi törvény, amelyet többé-kevésbé betartottak, és akkor mindenki tudhatta, hogy most nem tartotta be, most vétkezett. A társadalomról elképzelhető, szélsőségesen kisarkítva két koncepció a társadalomnak az egész életrendjéről. Az egyik, mondjuk így, hogy értékközpontú, tradicionális. Ez azt jelenti, hogy az emberiség, illetve annak az adott dologra elkötelezett, kiválasztott, felkészült, mindegy, csoportjai, rétegei, felelősek azért, hogy állandó munkával az emberiség által kitermelt értékeket, amelyek azáltal válnak az emberiség értékeivé, hogy túlmutatnak az emberiségen, tehát nem az emberiség önkényesen kialakított értékeit képviselik, hanem valahol az életnek, a kozmosznak, a vallásnak, ki ahogyan mostan be akarja ezt helyezni a maga tágabb értékrendjébe, tehát hogy azzal kötik össze az emberiséget. Na most ezek a felelős írástudók, nevezzük most így, tanítják az emberiséget egyfolytába arra, hogy ezeket miképpen tegye magáévá, abban a tudatban, hogy ezzel nem a saját hatalmukat, nem a saját befolyásukat növelik, hanem az embertársai kibontakozásához, egészséges kibontakozásához járulnak hozzá. A másik szélső álláspont az, hogy nekem ember ne mondja meg azt, hogy nekem mik az értékek, majd azt én megmondom saját magamnak. Tehát végső soron a liberalizmusnak, most a szó tiszta értelmében a liberalizmusnak, nem csak politikai liberalizmusról beszélek, egy megfogalmazhatósága merül fel, ahol az ember autonóm abban, hogy a maga értékrendjét és életrendjét meghatározza, mindaddig, amíg ezzel nem kerül összeütközésbe a többi emberrel. És hát ugye itt van a döntő nehézség az első magatartással kapcsolatban, hogy az önmessiásoknak a terrorjától szinte lehetetlen ebben a koncepcióban megszabadulni. Most nem beszélve arról, hogy milyen módon lehet valakit rávenni arra, hogy a másik embernek az értékítéletét elfogadja. De hogyha ettől nem, erre nem is gondolunk, akkor is óriási a veszély a tekintetben, hogy kinevezik magukat az érték őreinek, hordozóinak, védelmezőinek emberek vagy embercsoportok, és rákényszerítik az akaratukat a többiekre. A másik oldalon természetesen, tehát egy liberalizmus, szélsőséges liberalizmusnak az erőterében, teljesen nyilvánvaló, hogy mint egyénileg megszerezhető érték, semmi sincs veszélybe. Tehát senkit sem kényszerítenek arra, hogy a diszkóba járjon. Ő járhat, ameddig van hangverseny, addig járhat a hangversenyre, legfeljebb az a veszély merülhet föl, hogy már csak 10 vannak, és pont ő nekik nincs arra pénzük, hogy értük fönntartsanak egy koncerttermet. Egy zenekultúrát egészében ő nem lehet fenntartani, ha az nem egy kollektív
zenekultúra. Tehát elméletileg megadhatjuk a lehetőséget, hogy ő, vagy ugyanúgy, hogyha ő a tiszta beszédet értéknek tartja, ő ezt megtehet, őt nem lehet arra kényszeríteni, hogy káromkodjon. De el kell tűrni azt, hogy az utcán minden lépésben a trágárságba ütközik, tehát a tiszta beszéd csak a maga igazában csak egy kollektív értékként élhető meg. Na most igazából a liberalizmus természetesen a kényszer kérdése körül forog. Nem a körül forog, hogy valami jó vagy rossz, valami helyes vagy nem helyes, hanem hogy kényszeríthető-e valaki a helyesre. E körül forog az egész liberalizmus. A kényszeríthetőség kérdése körül forog, nem az értékek. Lehetséges, hogy egy liberális ugyanazokat az eszményeket vallja, mint egy konzervatív, azzal az egyetlen különbséggel, hogy azt mondja, hogy ez az én értékrendem. És rendőrért nem megyek, hogyha a másik ezt megszegi. A másik, ha következetes akar lenni, akkor azt mondja, hogy én ugyanabban hiszek, amit te, de hogyha egy harmadik nem ebben hisz, akkor nekem vannak eszközeim rá, hogy őt kényszerítsen. Ez a döntő különbség. Viszont, hogyha nincs kényszer, akkor mindig az egyéni szinten maradnak ezek az értékek. Semmi garancia arra, hogy a kollektívum, mint kollektívum, abban részt vegyen, abban részesüljön. Ezáltal maga az érték elveszti mindazokat a dimenzióit, mindazokat a életformáit, amelyeket, mint az előbb mondtam, csak kollektív módon lehet megélni. Ahhoz, hogy a társadalom normálisan éljen, tulajdonképpen összeférhetetlen, összebékíthetetlen két dolgot kell egyszerre megélnie, amelyik soha harmonikusan össze nem simulhat, azért nem, mert a jóra kényszeríteni nem lehet az embereket, viszont nincs jó kényszer nélkül. Most az életünkben sok olyan van, és ezzel zárnám ezt talán, az életünkben sok olyasmi van, amit úgy fogunk föl, hogy ezek ellentétek, amelyeket szintézisbe kell egymással hozni. És vannak ellentétek, amelyeket nem lehet szintézisbe hozni, hanem mind a kettőt 100%-ig meg kell szenvedni. És ez tipikusan egy ilyen. Nekünk valahogy 100%-ig meg kell szenvedni azt, hogy az értékek mellett való elkötelezettség nem lehet egyéni. Én nem hiszek abba az értékben, hogyha én belenyugszom abba, hogy az csak nekem beszél. Ha én hiszek az értékbe, akkor azt idézőjelben rá akarom kényszeríteni mindenkire. Ugyanakkor a másik oldal, és ez egy most egy 100%-os hát értéktudatos konzervativizmus, vagy nem tudom, minek nevezzem. Ugyanakkor a másik oldal nekem 100%-ig tudnom kell azt, hogy valakinek a lelkiismeretét nem terhelhetem meg kényszerrel bizonyos dolgokban, azt át kell utalnom egy másik ítélőszék elé. Ez egy 100%-os liberalizmus. És mind a kettőt az ember ugyanazzal az intenzitással éli végig, tudva, hogy nincs a kettő között kompromisszum igazából, nincs a kettőnek szintézise, hanem van az élet, ahol az ember mind a kettőt hordozza és felsziszen, amikor az egyiket sérelem éri. És ezt így fogjuk az utolsó ítéletig most már végigvinni.